Kedvesen, még egy pici kis figyelmet szeretnék kérni. Köszönöm szépen. Hát tisztelt hölgyek és urak, mi már itt az induláshoz rákészültünk, de én elsősorban szeretnék egy hatalmas tapsot kérni az ifjúpárnak. Én az ifjúpár! És a kedves vendégeink, a bőlegényen, hát látok némi bizonytalanságot, nem tudom, hogy önök látják-e onnan. Hát nekem nagyon rájuk gondolkám, én úgy gondolom, így van, legalább egyetértünk. Hát drága bőlegény, a mély szíves légy egy métert előre. Az imént Kurucsos Zsolti barátoddal beszélgettem, azt mondta, hogy egy picit buzdítsanak már, mert amúgy is olyan kis személy szolid gyerek voltál, nem változtál az igazság, úgyhogy egy picit akkor engedvető a barátaim nevében egy pár szót szóljak, ha mi így hangzik, nyugodtan forduljon a hozzájuk. Hát kedves barátunk! Nyugi van, az el kell venni. Elmentek mindig tovább megy, amúgy a nehéz megindítani, de utána meg nem tudjuk visszafogni. Tehát, kedves barátunk! Könyvtől izzadt szemünk! Ha te most meglősülsz, hát mi lesz velünk? Szomorú érzéssel rövünk majd rajtad, mikor neked miatt káromkodik ajkad. Lábad megremeg, mikor asszonyod szólít. Hát annak is még fogsz, hogy beszélés nem ordít. Meg kell hát nősi barátunk, de még visszaléphetsz. Helyemet nem? Bocsánatot kérhetsz. Na de én azt mondom, nősi meg vőlegény barátom. Mert én már a házasság jármát a gyakadon látom. Hát kívánom neked, legyen édes ez a járom, mert egy nősökörrel több lesz a világon. Hát nem sem állítasz nem nősökörrel. Megjött a kedved hozzá? Nagyon. Ne hagyd maga fel, ne hagyd maga. Tisztelt hölgyek és urak, tehát még egy pár búcsúzó szavakat, mielőtt elhagynánk ez érdemes házat. Mert illő, mielőtt így hosszú útra indulunk, ember és Istentől bizony, hülyen elbúcsúzzunk. Az ifjúpár is ilyen formán szólna, a szívük érzelmétől mostan szólózzuknak. Elmondom, hát, hogy elméjük gondol, ilyen formán szólálnak, látom szép arcunkon. Hisz örömmel vinnaták a szent reggel, örömmel üdvözöljük áthatlan szívünkkel, de a lelkünket most szorongás fogta el, mert a házasság útjára lépünk fel. Hosszan jutunk, melyre most indulunk, ezért hát Istenem, te hozzád fordulunk, kérlek, úr, el ne hagyja ne is sorsunkban, szent fiadban együtt állj mellém a gyomban. Mert ma változik meg életünknek útja, vagy sírítható örömre, vagy örökös búra. És kedves szüleim, testvéreim és barátaim, most kövessetek benneteket az Isten házába, és kérjétek az Isten miértünk imádkozva, hogy bőállásot adjon a házasságunkra. Menjünk el, hát én Isten szent nevében, kövessetek benneteket mindjárt gyalog, kérem. Én az ifjú pár, tapsoljunk meg őket!